Malomból múzeum. A Tatai Német Nemzetiségi Múzeum épületének elhelyezkedése, az egykori vízikerék és zsilip maradványai, a belső berendezés nyomai a távolról érkezőnek is mutatják, hogy egykori malom épületben járunk. A malom mintegy 8 emberöltővel ezelőtt, a 18. század derekán épült, amikor a malomárok mentén már állt feljebb a József kalló, alatta később megépült a Deszkametsző malom és a Berta vagy belső Kütreiber malom. Első tulajdonosai között találjuk Fellner Jakabot, az Eszterháziak jeles építőmesterét, aki vélhetőleg alakított az épületen. A malmok neve utalhat a tulajdonosra vagy a bérlő molnárra, Sándor malom, József malom, vagy a benne végzett tevékenységre, Deszkametsző malom, Kalló malom. A mi malmunk ma ismert neve Nepomucénusz malom, az Oromzati fülkében őrködő szent szobrára utal. Nepomuki Szent János az utak, hidak, vízenjárók, vízi molnárok védőszentje, s a gyónási titok vértanúja. Jellegzetes hajlású, feszületet tartó, gyöngéd mozdulatú alakja ott látható az országban számos hídon, patakparton, templomkertben, amint mutató ujját ajkára teszi, csendre s a titkok megtartására intve magát és másokat. Amikor a szobor eredetije ide kerülhetett, nem csak a patrónus oltalma alatt állott a molnár, hanem a tatai nemes molnár C is védte érdekeit. A C megszabta a becsületes mesterek munkáját, hatóságként ellenőrizte a minőséget, az árakat és a béreket, kizárta köreiből a kontárokat, erkölcsös és vallásos életre késztette tagjait, özvegyi és árva ellátást nyújtott az elhalt mesterek családjának. A tatai molnár C jelvénye és ládája a molnárok legfontosabb jelképeit mutatja. A vízi kereket és a fogas kereket, amit két nemes állat, oroszlán tart a tisztaságra utaló kefével kezei között. Korabeli adatok és az épület malomcsatorna parti falának árulkodó jelei alapján tudjuk, hogy a malom kezdetben három alulcsapó vízikerékkel működött. A három tengely belső végeire ácsolt fogaskerekek elegendő víz esetén egyenként két-két pár malomkövet forgathattak a fal hosszában elnyúló kőpadon. A berendezésben szitaszekrény is helyet kaphatott. A gép- és malomipar rohamos fejlődése már a 19. század vége felé elérte a kisebb vidéki malmokat, ahol a régi őrlőköveket fokozatosan modern hengerszékre cserélték. Pontosan ismerjük a malom berendezését 1909-ből, amikor a három alulcsapó vízikerék három pár malomkő mellett három gazgyártmányú hengerszéket s a hozzá kapcsolódó tisztítógépeket, szitákat, továbbá azokat a felvonókat is működtette, melyek a gabona, a darák és a töretek lisztszállítását biztosították. Egy 1941-ből való listából ismerjük a feltehetően az 1930-as évekbeli átalakítás gépeit, amikor a három vízikereket egy nagyobbra és szélesebbre cserélték, melynek csonkja ma is látható. Ez az egyetlen vízikerék az épületen belüli öntött vas fogaskerékhez kapcsolódó áttételi fogaskerekekkel, transzmissziós tengelyek segítségével két pár őrlőkövet, két hengerszéket és szitákat, tisztítókat hajtott meg. 1949-ben az összes magántulajdonban lévő üzemet, ipari vállalkozást, köztük az összes malmot is államosították. Berendezésüket részben elvitték, részben összetörték, a vízjogot visszavonták, a vízikerekek az enyészeté lettek.
Az 1960-as évek vége táján a kiürített malomépületet műemléki lajstromba vették. 20 év múlva került az akkori megyei múzeumi szervezet tulajdonába, és 1983 óta a Német Nemzetiség Múzeumaként őrzi a közösségi emlékezetet.